Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, elérkeztünk egy következő videóhoz, és ahogy ígértem nektek, a mai napon ezeket a Catrice szemöldök termékeket fogjuk tesztelni, és elsősorban ki szeretném próbálni ezt a szemöldök terméket, ugyanis soha nem láttam még ilyet, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Le is veszem róla a fóliát. És hogyha megnézitek, akkor ez egy barna szemöldök szappan, ami egészen érdekes elképzelés, de akár még működhet is. Ugyanis, hogyha ez működik, akkor lehet, hogy megoldja azt a problémát, hogy miután a szappannal lefixálod a szemöldöködet olyan formában, ahogyan te szeretnéd, nem biztos, hogy utána kell tölteni, és akkor nagyon sok időt is spórolsz meg, és még természetesebb tud lenni a szemöldök. Meglátjuk, hogy milyen ki belőle. Ahogy látjátok, egy nagyon pici alapon már van fent, viszont csak úgy, hogy tudjam a szemöldökömet jól megcsinálni. Ezen kívül itt van nekünk a sima verziója is, ami egy teljesen egyszerű fehér szappan. Valamiért kis göcsörtös a felszíne, de ettől függetlenül biztosan, hogy jól fog működni. Van itt még nekünk egy teljesen egyszerű kis szemöldök púderünk, amit azért vettem meg, mert nekem megvan szerintem még a legelső Catrice szemöldök púder. Igaz, hogy már darabjai van, és elképesztően meggyötört állapotban, viszont ezt nagyon-nagyon szeretem, és arra gondoltam, hogy ha hasonlóan jó, mint az új, vagy az új esetleg még jobb is, mert fejlesztettek rajta egy kicsit, akkor annak nagyon fogok örülni. A színét megpróbálom megmutatni. Körülbelül ugyanaz a szín. Talán ez egy picit melegebb, ez meg egy kicsit világosabb, de a lényeg ugyanaz. Remélem, hogy jó. Úgyhogy kezdjük is el megcsinálni a szemöldököt. Kicsit közelebb hozlak titeket, és lássunk hozzá. Remélem, hogy így elég közel vagyunk. Ugyanúgy fogok mindent csinálni, mint az előző Essence-es videómban. Elő is veszek egy fixálósprét. Amit nem mondtam az előző videóban, hogy általában olyan fixálósprét használok ehhez a művelethez, amit az arcomra nem szeretek annyira fújni. Jelenleg ez egy Art Deco 3:1 Makeup fixáló spré, ami összetételileg egy nagyon jó fixáló spré, viszont nem fúj szépen. Elég nagy cseppekben, kicsit köpködve fúj. Nem szeretem annyira használni az arcomra, mert ott van mindig az esély, hogy elrontja a sminket. Viszont szappanba fújni teljesen tökéletes, ugyanis nem tud mit elrontani. Kicsit hunyorgok, mert pont velem szemben van a nap, és nagyon szűrt fény, és elképesztően fehér, de megpróbálok normálisan nézni rátok. Először a fehéret fog... Minél magasabbra tartom, véletlen se lássátok. Tehát először a sima fehér szappant fogjuk használni a bal szemöldökömön. Egy fújást fújtam bele, és... Ennek van valami illata. Ezt fogom elkezdeni felszedegetni, és talán kicsit keményebb, mint a többi. Nem tudom, hogy ez mit jelent, csak tényeket közlök. És talán nem is oldódik olyan könnyen. Így néz ki. Kell nekem egy tükör. Múltkor ezt a Kylie Cosmetics-es palettát használtam, és ez szimpatikus volt. Csak megpróbálom most nem kitakarni az arcom úgy, mint múltkor. Oh! Így is keményebb, mint a többi. Valamiért úgy érzem, hogy kelleni fog egy új... Tesztelem a saját türelmemet. Kelleni fog belőle egy új kör. Bence közben telefonál. Nem tudom, hogy mit hallotok belőle. Remélem nem túl sok mindent. Aki nem szereti leragasztani, annak egyébként így egészen jól működhet. Szépen tartja a szemöldököm, és... Úgy néz ki, hogy így is maradna, viszont én a leragasztós részre vagyok kíváncsi, úgyhogy megnézzük, hogy ennyivel megtartja-e. Nem, egyértelműen nem. Új fújás. Ez lesz a jó. Egy kicsit hígabbra kevertem, és megpróbáltam valahogy máshogy felvenni.
Lent a pékségbe úgy ordítatják a zenét, remélem, hogy belehallatszódik. Elsőre azt mondom, hogy az Essence-es sokkal-sokkal jobban tetszik, hogyha össze kell hasonlítani, akkor azt mondom, hogy Essence, Revolution és aztán ez. Sokkal bonyolultabb letapasztani vele a szemöldököt, mint eddig bármelyikkel. Többször feljött, nem olyan szépen ragad le és hagy nyomot is. Ami egyébként egész könnyen eltüntethető, de ettől függetlenül kicsit macerásabb, és ezek az első szálak még mindig nem ragadtak le. Viszont azt mondom, hogyha a barna tényleg úgy fog működni, ahogy gondolom, akkor elnézzük, és ezt rakom első helyre. Úgyhogy nézzük is meg, hogy a barna hogy működik. Letöröltem közben a kis kefét, vagy nevezzük ezt akárhogy, hogy mutassam, hogy hát ha látnátok ti is, és nem folyatnám ki az egészet. Ez egy kicsit habosabb, mint a másik. Jó, de fura, hogy barna! Könyörgöm, legyen jó. Megpróbáltam egy kicsit hígabbra hagyni. Nem az én színem egyébként. Oh my... Oké, ez lehet, hogy arra nem lesz jó, amire én gondoltam. Ez jó, ez csodálatos. Elméletileg jó irányba áll, úgyhogy megpróbálom lelapítani. Oh my! Mit tettem? Mit tettem? Ugyanúgy nem tapad. Ohoho. Basszus. Így nézünk jelenleg, megpróbáljuk megmenteni, de nem vagyok benne biztos, hogy sikerül. Azt hiszem, hogy kamerát kell váltanunk, mert merül, viszont mindjárt meglátjuk. Szóval, ezzel az oldallal fogunk kezdeni, amíg ez teljesen megszárad, és kitalálom, hogy igazából mit is csináljunk vele. Elsősorban szeretném kipróbálni ezt a tollat, ugyanis annak ellenére, hogy ez egy filces hegyű toll, és egészen, hát hogy is mondjam, vastag a hegye, főleg a NYX-hez képest. Csak gyorsan, hogy lássátok, hogy miről van szó. Ez a kedvenc tollam, ez a NYX-nek a szemöldök tollacskája. Igazi, szőrös, nem igazi szőrös, hanem szőrös, nem filces. Viszont egészen jónak tűnt a boltba, úgyhogy ki fogom most próbálni, hogy valóban milyen. Amit nagyon szeretek a NYX-esbe, az az, hogy nem szárad ki. Oké, ez egy téves ötlet volt. Már nem is fog, hogyha csak a hegyét használom. Az meg, hogy az egész ecsetnek a testét használjam, elég valószínűtlen elképzelés. Oké, nem. Nem is tudom, miért vettem meg egyébként. Talán azért, mert még nem láttam a Catrice-nek tollját, és kíváncsi voltam rá, hogy milyen lehet. Nem jó. Most oké, most úgy néz ki, hogy odaráztuk, így meg nagyon vastag, elképesztően vastag.
Nem. Mm-mm. Nem lehet vele vékony szálat csinálni. Oké, ez egy nagy nem. Nixet vegyem mindenki, sokkal-sokkal jobb, sokkal egyszerűbb, nagyon sok szín van belőle, meg tudtok vele jól tanulni. Felesleges próbálgatni egyébként ilyeneket, ezért vagyok, hogy kipróbáljam, és nektek ne kelljen. Erre nem, azt hiszem, hogy nem került sokba, de majd mindent listázok nektek a leírásba. Nem éri meg. Tehát szemöldök. A világosabb színnel fogok kezdeni, és azt fogom használni a szemöldököm nagy részéhez. Ugyanis egy az, hogy nem szeretnék túl sötét szemöldököt. Másrészt pedig, hogyha valahol úgy érzem, hogy hiányosságok maradtak, akkor ott szeretnék pótolni a sötétebbel, mert így logikus. Jó, és a sötétebbik színből egy nagyon kicsit fogok felvenni, és csak erre a részre megpróbálok viszonylag keveset feltenni, hogy ezt a lyukat itt talán egy kicsit ki tudjam pótolni. Ide kellene egyébként a ceruza, és valószínű, hogy mindjárt elő is veszem a Nixeset, és rásegítünk egy kicsit, mert nem fogja azt a kinézetet adni, hoppá, amit én igazán szeretnék, ezt majd javítjuk. Picit hosszabbítottam rajta, és nem jó a szín. Túl barna, túl meleg ez a barna az én szemöldökömhöz. Az Ash Brown-t veszem elő a Nixes tollból, és csak a lyukakba fogom pár szállal kipótolni a saját szemöldököm. Amikor szemöldököt rajzoltok tollal, akkor biztosan érvényesül a kevesebb több elve. Ugyanis, hogyha túl sok szállat rajzoltok, mert egy kicsit elkap titeket a hév, és úgy érzitek, hogy megvan a mozdulat, nagyon jó szállakat rajzoltok, akkor simán tudtok annyi szállat rajzolni túl közel egymáshoz, hogy úgy tűnjön, mintha igazából az egész ki lenne festve egy ilyen sötét színnel. Úgyhogy kevesebb több, nézzétek meg messziről, olyan-e, amilyennek szeretnétek, hogyha nem, akkor pótoljatok még egy kicsit, de inkább lassan adogassátok hozzá, hogy tudjatok javítani. Vagyis, hogy meg tudjatok időben állni. És hogy ezzel valamit tudjunk kezdeni, elővettem a P. Louise Base 02-es árnyalatú, ez nem az én napom, bázisomat, amiből kiveszek a kezemre keveset, az egyik kedvenc ecsetemet, amit erre szoktam használni, bevonom vele. Azzal fogok kezdeni, hogy megrajzolom alulról azt a vonalat, amit szeretném, hogy kövessen a szemöldököm. Általában, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor elmondom, hogy én ezt úgy szoktam csinálni, hogy először megcsinálom a saját szemöldökömnek az ívét teljes mértékben, és utána, mint látjátok, itt mélyebben van a vonal, mint az egyenes, úgyhogy visszamegyek oda, és azt kijavítom, csak nem tudok közben beszélni. Majd amikor úgy látom, hogy az már jó, akkor megnézem a végét, hogy hogy szeretném, és nem szeretném, hogy így lefele biggyedjen az egész, úgyhogy elkezdem feljebb vinni a végét. És most már látom, hogy körülbelül így a szemem külső sarkáig rendben van a vonal, úgyhogy innen kezdem el feljebb igazítani. Vagy éppen azt csinálni vele, amit ti szeretnétek. Egy egész magas egyenes szemöldököt sikerült csinálni, viszont ez az oldal is ezt a formát követi, úgyhogy megcsinálom a másik oldalt is. És az a jó, hogy itt is, ha elrontatok valamit, akár a tollal, akár a porral vissza tudtok menni, és újra tudjátok csinálni.
nem nagyon lehet elrontani, mert majdnem minden fázisban lehet javítani. Nem tudom, hogy nektek onnan látszik-e, de a bal oldali szemöldököm a kis kedvenc, a jobb oldali ez mindig csak próbálja utolérni, és most is, nem tudom, hogy hogy tartsam, hogy jól látszódjon, de ez az oldal még így is lentebb van, úgyhogy megpróbálom ugyanoda felvinni az alsó ívet, és mivel ehhez még egyáltalán nem nyúltam se porral, se tollal, se semmivel, így az alját megpróbálom egyenlőre lőni, utána pedig majd kipótoljuk. Tök jó, hogy pont most mondtam, hogy lehet javítani, ugyanis sikerült elrontani, és most már ez van feljebb, viszont ezt egy kicsit túlzásnak érzem. Úgyhogy, mivel ez a szín pont ugyanaz, mint ennek a csodálatos Brow Fix szappannak a színe, így ezzel fogom javítani, és így ezt is meg tudom mutatni. Első lépésben egy kicsit visszapótlom az alját. Nem sok, de egy másfél millivel elcsúsztam. Így körülbelül ugyanaz lesz az ív. És miután ezzel megvagyok, a NYX-es tollat fogom elővenni, ugyanis ezzel még menthető. Egy picit lehet, hogy így is még magasabb, egy nagyon picit, viszont szerintem nagyjából jó lesz. És akkor most tisztítom ki az alját, úgyhogy nem változtatok az íven, és így körülbelül meg is van. Viszont, ami nálunk itt most elég nagy probléma, hogy felülről sem szép, úgyhogy minden felesleget kitörlök az ecsetemből, és megpróbálok tényleg egy szinte üres ecsettel rajzolni ide. Szóval, azt hiszem, hogy ez a végeredmény, és ha nagyon szigorúan nézzük csak a tényeket, ups, akkor meg lehetett menteni ezt a barna szappanos oldalt, viszont nem szép szerintem, elég nem is tudom, hogy milyennek mondjam. És ami a pláne az egészben, hogy egyáltalán nem megy a hajam színéhez, nem megy az arcom színéhez, szerintem ez az árnyalatú barna, úgyhogy ezt mindjárt el is távolítom az arcomról, és kipótlom egy hasonló szemöldökkel, mint ami a másik oldalon található. Meg fogom próbálni majd valamelyik következő videóban, nem pont így használni, hanem inkább félig nedvesen vagy szárazon, csak szemöldök fixálásra. Annak működnie kellene, ugyanis ott nem befolyásol annyit maga a szín. Nem biztos, hogy így olyan szép, de használható, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy ez neki kényelmesebb és jól áll neki ez a szín, akkor akár még működhet is. Lehet egyébként, hogy teljes sminkkel nem lenne olyan gáz. Még az is lehet, hogy inkább megpróbálom ezt kipótolni hasonlóra, mint ez. Meglátjuk. A következő videóban meg fogjátok tudni, ugyanis az ennek egy folytatása lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Írjátok meg, hogy ti próbáltátok-e már ezt, vagy másik színezett fixáló szappant. Hogyha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. Én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!